A kisállatkereskedelemmel foglalkozóknak, kutyaszaporítóknak eddig nem kellett bejelenteniük a tevékenységüket az illetékes hatóságnak. Az illegális kisállatkereskedelem felszámolása érdekében ez a jövőben megváltozik. 2021. április 1-től ugyanis a keftelésből tartott állatok forgalmazását végző vállalkozásoknak a helyileg illetékes élelmiszerlánc felügyeleti szerveknél be kell jelenteniük felír azonosító szám köteles tevékenységüket. Az állatvédők mérföldkőnek tartják ezt a kormányrendeletet. Úgy mondom, a probléma nagyon-nagyon szerteágazóan nagy ebben a területben is. Nyilván mindenre nem megoldás és nem orvosság ez a rendelet sem, de egy hatalmas előrelépés, mert hogyha innentől kezdve bármelyik ilyen nevezett kereskedelmi céllal úgy továbbadott kiskutyánál bizonyítható akár genetikai betegség, akár bármilyen fertőző betegség, ami ellen elvileg megkaphatta volna a védőoltást is, de mégiscsak van, és nyilván az állat pusztulásával, meg ezáltal mindenféle fajta veszteséggel jár, azért visszakövethető és nyilván számon kérhető az illetékes nevezett szaporító. Tehát ez egyfajta nagyon jó szűrési lehetőség már. Azok fognak rendelkezni ezzel az azonosítóval, akik már valamilyen szinten fölvállalják a tevékenységüket, nyilván onnantól kezdve a hatóságok szeme elé kerülnek, és bármilyen probléma esetén sokkal könnyebben felelősségre vonhatók, mint eddig. A rendszer április 1-től lép életbe, ekkortól a kisállatpiacok és bőrzék is bejelentési kötelezettséggel bírnak, és a gyepmesteri telepeknek is regisztrálni kell, ami újabb könnyítés az állatvédők számára. A keftelésből tartott állatok forgalomba hozatalának díjmentes regisztrációja a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatalhoz tartozik. Mi azért abban bízunk, hogy nyilván ez most egész jól kezdték el kommunikálni. Időben is, nyilván van egy felkészítési időszak, és bízunk benne, hogy mondjuk ez a cirka 2 hónap, ez így elegendő lesz arra, hogy ez tényleg átmenjen ezeknek az embereknek a fejébe, ezt megértsék, ezt komolyan vegyék, mert nyilván lássák ennek a következményeit is, hogyha nem teszik meg, akkor az mivel járhat számukra. És bízunk benne egyébként, hogy úgy az első fél év alatt a gyakorlat azért mutatni fog nagyon sok olyan dolgot, amit mondjuk eddig nem láttunk, vagy nem láthattunk. Nyilván azért, mert hogy nem volt mi alapján láthatóvá tenni ezeket a helyeket.